Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, amelyben szöveges feladatokat oldunk meg egyenletek segítségével. A bevezető videóban részletesen beszéltünk azokról a lépésekről, amelyeket érdemes alkalmazni, illetve követni ezeknek az ilyen típusú feladatoknak a megoldásánál. Azt is elmondtuk, hogy szinte nem létezik két egyforma feladat, mindegyiknél valami újdonság található. A mai videónkban viszont egy típus feladatot fogunk megoldani, hogyha megnézzük a szöveget, akkor mindjárt látni fogjuk, hogy miért. Melyik számot kell hozzáadni a tört számlálójához és nevezőjéhez, hogy 17.35-ből 1/2-et kapjunk. Több ilyen feladatunk is van, amikor egy tört, meglévő tört számlálóját, nevezőjét növeljük vagy csökkentjük, és egy másik törtet fogunk kapni. Nézzük, hogy hogyan indulunk el ennek a feladatnak a megoldásával. Miután elemeztük, akkor láthatjuk, hogy megvan az eredeti tört, 17.35-öd, illetve megvan az a tört, amit majd a végén kapni fogunk, tehát 1/2-ed. Ennek a két törtnek egyenlőnek kell, hogy legyen. 17.35-öd, 1/2-ed. Viszont azután lesz egyenlő, hogy a tört számlálójához hozzáadok egy számot, ugye az lesz a plusz x, és ugyanúgy a tört nevezőjéhez is hozzáadom ugyanazt a számot, ott is plusz x lesz. Ha megnézzük, akkor ez egy törtes egyenlet, és ugye a törtes egyenleteket mindig úgy oldottuk meg, hogy megkeressük a közös nevezőt, azzal beszorzunk, és megszabadulunk a nevezőtől. Viszont azt látjuk, hogy a bal oldalon is egy tört található, és a jobb oldalon is, és amikor a törtes egyenletekről beszéltünk, illetve tanultuk megoldani őket, akkor beszéltünk arról, hogy az ilyen típusú feladatokat egyszerű körözben való szorzással is meg tudjuk oldani. Mit jelent ez? Fogom az egyik tört számlálóját, megszorzom a másik tört nevezőjével, majd ugyanúgy a másik tört számlálóját megszorzom az egyik tört nevezőjével, és egyenlőséget teszek közéjük. Hogy melyik szorzattal, melyik nyíllal indulok, az teljesen mindegy. Én most indulok az 1-essel, tehát azt mondom, hogy az egyik tört számlálója az 1, ezt megszorzom a 35 plusz x-el, zárójelbe teszem természetesen, míg a jobb a másik nyíl, azt mondja, hogy a 2-t meg kell, hogy szorozzam a 17 plusz x-el. Ha valaki fordítva, tehát a 2-es, tehát ezzel a zárójellel indult volna, hogy kétszer zárójelbe 17 plusz x, egyenlő, egyszer zárójelbe 35 plusz x, az is ugyanazt az eredményt kapja, tehát mindegy, hogy melyik nyíllal indulunk. El kell végezni a zárójelektől való megszabadulást, ami azt jelenti, hogy be kell szorozni a zárójel előtti számmal. Hát a bal oldalon könnyű dolgunk lesz, hiszen egy van előtte, ugye tudjuk, hogy a szorzásnál az egy az semleges tag, tehát csak a jobb oldalon kell megszabadulni, vagyis beszorozni 2-vel. A bal oldalt csak lemásolom, 35 plusz x, míg a jobb oldalon, amikor elvégzem a szorzást, 2x 17 az 34, és 2x az 2x. Most már csak rendezni kell, ismeretlenek a bal oldalra, tehát a 2x-nek át kell, hogy jöjjön a bal oldalra, ismertek a jobb oldalra, a 35-nek át kell, hogy menjen a jobb oldalra. Figyeljünk arra, hogy amikor helyet cserélnek, tehát oldalt cserélnek, akkor az előjel is változik. A bal oldalon volt már egy x, azt csak lemásolom, és volt a jobb oldalról, ami a 2x átjön, lesz belőle mínusz 2x. A jobb oldalon ott volt a 34, hozzámegy a 35, de mivel oldalt cserél, ezért lesz mínusz 35. Ha most rendezzük az egyik oldalt másik oldalt, plusz 1x és mínusz 2x adja a mínusz x-et, plusz 34 és mínusz 35 adja a mínusz 1-et. Ugye mind a kettőnél különbözők voltak az előjelek, megnéztük, hogy melyik a nagyobb, és a nagyobbból kivonjuk a kisebbet. Ha ismeretlen előtt mínusz van, megszorozzuk az egyenlet bal és jobb oldalát mínusz 1-jel, így akkor egyik mínusz is, meg a másik mínusz is átalakul pluszba, tehát megkaptuk, hogy x egyenlő 1. Vagyis melyik számot kellett hozzáadni a tört számlálójához és nevezőjéhez? Hát az 1-et. Ellenőrizzük azért le, fogjuk tehát az eredeti szöveges példánkat, helyettesítsük vissza. Ugye volt 17.35-öd, és volt 1/2-ed. Nekünk egyenlőt kell, hogy kapjunk. A 17-hez hozzáadunk 1-et, illetve a 35-höz hozzáadunk 1-et. Akkor azt látjuk, hogy a 17 plusz 1 adja a 18-at, a 35 plusz 1 adja a 36-ot. Igaz-e az, hogy ez 1/2-ed? Hát ugye az 18-al és a 36-tal mindkét számot el tudjuk osztani 18-al, fönt 1-et kapunk, lent 2-t.
és így már látjuk, hogy igen, 1/2 egyenlő 1/2, igaz állítást kaptunk, tehát most már válaszolhatunk akkor a kérdésre, melyik számot kell hozzáadni, hát a 17/35 tört számlálójához és nevezőjéhez az egyet kell hozzáadni, hogy 1/2 kapjunk. Így oldottuk meg ezt a típus feladatot. Köszönöm a figyelmeteket!